Mi? Nekik? Hát nekik. Kizárt nekik, nem. Micsoda? Politikára? Nem adok pénzt politikára. Hát nem. A rendszerváltás óta, ami történt, az nem éppen egy finanszírozásra méltó vállalkozás számomra. Politikusoknak? Másról szól most a politika, mint amire én szeretnék pénzt adni. Nem adok. 5 forintot se adok, semennyit nem adok a politikára. Te adnál? Politikára? 15 éve nézem ezt a majom cirkuszt, mert nincs értelme, mindenki tudja, hogy miről beszélek, nem? A politikus az korrupt. Neki nem adok. Arra nem. Jaj, de izgulok. Akkor az első, hogy azt mondom, hogy nem adok. Egy büdös fillért nem láttok tőlem, azt tuti. Dehogy is. Nem én. Azt felejtsd el, hogy egy fillért adok. Jó? Balkáni, sötét, bugris, gusztustalan, aljas, primitív, ostoba. Elegem van abból, hogy semmi nem számon kérhető, semminek nincsen következménye. Teljesen hiteltelenné vált. Jobbról is, balról is, középről is. Az a legnagyobb probléma, hogy amikor megszületik egy ember, az akkori családi állapota már eldönti, hogy belőle nagyjából mi lehet. Legyen az magyar, zsidó vagy cigány. Ha bután bólogat, az jó, de a gondolat az olyan, mint a bomba az ország háza. Nincs szociális háló, óvoda. Én úgy gondolom, hogy nem eleget, nem arra, nem úgy, nem akkor. Van óvoda? Én úgy gondolom. Az óvoda kérdést tárgyalja most valaki? Nincs kinek hinni. Nagyon szomorú ezt mondani, hogy nincs kinek hinni. Az, hogy el lehessen hinni a hatalomnak azt, amit mond. Az félne ránk. Hogy ne kelljen külföldre utaznom ahhoz, hogy otthon érezzem magam. Hogy például anyaként úgy hihessek abba, hogy a gyerekemnek jobb lesz. Hogy történjenek már végre a dolgok. Szóval jó legyen itt élni, és hogy tényleg komolyan vegyük egymást. Ehhez egy új generáció kell, egy újfajta gondolkodás. A közép-európai régióban egyedül itt nem zajlott le az elitváltás. Mikor csap már az asztalra valaki? Meddig tűrünk birkát? Ez az egy olyan ország, ahol új pártok nem jelentek meg a parlamentben, és itt az idő, hogy ez megváltozzon. Akik most jelen pillanatban hatalmon vannak, azok már nem kaphatnak több esélyt. Szerintem tudod, mikor változna valami? Mikor? Akkor, hogyha mi változtatnánk. Most megfogtál, mert ahhoz, hogy valami változzon, ahhoz a politikára kéne adni, nem? Jó lenne olyan pártot elképzelni, amelyik nem adósa néhány nem ismert titokban, háttérben lévő üzleti körnek, hanem a támogatói számosak, és a számos támogatóknak nem visszafizeti egyenként vagy csoportonként, hanem teljesíti azt, amit vállalt. Hát ez egy szerződés, nem? Hogy az ember választ valakit, és akkor az tényleg betartja, amit ígér. Én sobó mindenre adnék pénzt, csak ne az lenne, hogy valaki elveszi, és mire oda kerülne valakihez, akire én adom a pénzt, addigra nem oda kerül, hanem lesz belőle autópálya. De ekkora. Csak akkor adnék, hogyha valaki másképp csinálná. Olyan politikára adnék pénzt, amely biztonságot teremt az emberek számára. Egy ilyen politikai alternatívát látnék, hát annak mondjuk tudnék örülni. Azért mondjuk lelkes lennék. Oda bemondjuk, hogy adjanak pénzt nekünk, jó? Most nagyon fontos, figyelj oda. Pénzről nem szoktak beszélni, ha van. Pénzről akkor beszélnek, ha nincs. Nekünk nem az a célunk, hogy kevesen adjanak sokat. Mi azt várjuk, hogy sokan adjanak keveset. Pont az a lényeg, hogy nem egy autógyártó vagy útépítő cégtől kapják a pénzt, hanem a választóktól. Tehát nem az van, hogy a franc tudja, hogy honnan szerezték be, hanem akkor tudom, hogy ez tőlem van. Mennyit adnék? Ami nálam van. Én megtámogatom néhány forinttal ezt a pártot. Itt akkor történik valami, ami kitalálunk valamit. Szerintem csináljunk egy olyat, hogy én adok egy forintot. Sok kicsi sokra megy, a legkisebb is számít, stb. Stb. Ne sokat kérjenek, hanem inkább sok embertől. Hogyha én a sok emberből vagyok egy, akkor sokkal bátrabban adnék, és kitartóban sokáig. Támogassuk ezt a fajta politikai elképzelést, ami nem gazdasági érdekeken alapszik, hanem azon, hogy sok ember együtt,
sok kicsiből jó eredményeket tud elérni. Támogass te is plusz egy forinttal. Az jó, ez tetszik. És én kettőt? Te adjál kettőt. Jó. És szerintem tudod mit, csak nézzük meg, meddig jutunk. Jó. Meg az is lehet, hogy szólna valaki, hogy ő már adott, és akkor engem is megkérne, hogy adja, akkor biztos, hogy többet adnék, mint aki szólt. Meg az is lehet, hogy továbbadnám valakinek, hogy ő is adjon, és annak is megmondanám, hogy amennyit én adtam, annál adjon mondjuk egy forinttal többet. Adjuk össze? Adjuk össze. Mindig csak egy picivel többet, és meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval mindenki adjon egy forinttal többet, az jó. Tényleg elutagod online? Itt most rögtön meg tudod csinálni, kész, túl vagy rajta, és segítettél. Ismered a piramis játékot? Na, küld tovább még öt embernek. Mondjuk te. Akkor küld tovább. És a Károlyra a legszebbedet, tehát küldjetek tovább. Ismerősöknek, barátoknak. Igen, ellenségeiteknek. Igen. Bosszú hidegen jó. Csak csináld. Szóljátok a szomszédnak is. Fogadjunk, hogy az öt barátodnak is van öt barátja. Fú, az már öt a... Azt nem tudom én csak kiszámolni. Küld tovább, küld tovább. Küld, küld, most, most küld tovább. És küld tovább ezt a videót. Aki nem adott, annak bütti lesz. Én adok sokat, adjatok ti is! Kicsöngettek. Mi az? Nem tudom. Jaj, persze, meg itt nem már van a feleségedünk, csángolt, nem akartam. Nem csak az emberek, de az egész világ, az egész földi... Lehet más a politika?